Tehát a jövőbe tekintek ugyanazt gondolom, mint a, mint a múlttal kapcsolatban, hogy, a, hogy, igazából nem számít se a múlt, se a jövő. A most számít. Az számít, hogy vitorlázhatom. Én ezt szeretem csinálni. Vitorlázni szeretek, az utat szeretem. Hogyha az út célokat tesz elém, akkor azokat megpróbálom teljesíteni. Hogyha a cél az út során a cél a kék szalag, akkor a kék szalag. Ha a 12., akkor a 12., ha a 13., akkor a 13. -dik. Ha az út során egy J24-es Európa Bajnokság vagy Világbajnokság, akkor az. És ugyanígy nem volt célom a Szóling Világbajnokság. Jött, szembe jött, találkoztunk, és sikerült vitorlázni szerettem, szeretek, és szeretni fogok valószínűleg a jövőben is. Tehát ezek a, a, a cél az a vitorlázás. Az, hogy minél jobb vitorlás versenyző legyek, és ezt érzem magamban, hogy ez így van, hogy egyre jobb vagyok, egyre tudatosabban és jobban vitorlázom, aminek sok összetevője van, például az is, hogy tanítok. Most már 6 vagy 7 éve tanítok embereket vitorlázni, elméletben is, és ezáltal én is egyre jobb leszek. Tehát ahogy felkészülök az órákra, tudatosítom magamban azt, amit el szeretnék mondani, rendszerezem a gondolataimat, rendszereződik bennem a vitorlázó is egyre jobb lesz. És, így, és ezt látom is az eredményességben. De hát alapvetően a cél az az, hogy jó vitorlázó maradjak, vagy legyek. A, inkább a maradjak kifejezés a helyes, és hogy ennek milyen eredményességi hozadéka van, az szinte független a, az én céljaimtól.